Időszaki tárlat nyílt a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban. Az intézmény a tavalyi évben kapott egy hadifogságban írt naplót. Ennek segítségével készült el az első világháborút felidéző és bemutató kiállítás. Ezen a kiállításon találkozik itt a tablókon, ha megnézzük a megírt, illetve a megélt múlt, és ez egy különleges elegyet ad, és egy különleges hangulatot ad ennek a kiállításnak, és megtapasztalhatjuk azt az érzést, hogyha kicsit körülnézünk és elmélyülünk a kézzel írt szövegekben, hogy milyen is lehetett az élet ott a háborúban, milyen lehetett a lövészárokban, milyen lehetett az a megélni ezt a kezdeti lelkesedést, amely aztán ott több ezer kilométer az otthontól, Magyarországtól átcsapott rettegésbe, félelembe, megaláztatásba is, és a végén pedig sok esetben sajnos halálba. A tárlaton tablókkal és különböző eszközökkel idézik fel az első világháborús eseményeket, amelyek megértéséhez nagy segítséget nyújtanak a kézzel írt napló részletei. Történészek számára viszont ez egy olyan rendkívüli dokumentum, ami arra szolgál, hogy igazából a cenzúra jelenléte nélkül kapunk olyan hiteles információkat túlélőktől, amelyek akár hitelesebbek lehetnek, mint a már feldolgozott, tehát a már meglévő történelem. És ez alapján újfajta aspektusba tudjuk állítani azokat a történéseket, vagy azokat az információkat, amikről eddig tudtunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan plusz nyújt, ami pontosan a történelemnek az a szépségét jelenti, hogy mindig meg tudunk újulni. A múzeum életében is fontos szerepet tölt be az új időszaki tárlat, amelyben néhány régi, valamint több új elem is megjelenik. Megmutatunk olyan tárgyakat, amelyek ugyan nem ehhez az emberhez kötődnek, hanem például Kabai Jakabhoz, aki szintén első világháborús fogoly volt, és készített olyan emléktárgyakat töltényhüvelyből, illetve olyan fából készült pipaszárat, amely arra szolgált, hogy a fogság alatt ne történjen az elméjével valami nagyobb gond, és ezeket mutatjuk be, ezek már régebb óta a múzeumunknak a tárgyai között szerepelnek. Ezen kívül interaktív részek azért tudom bemutatni, mert a naplóban például rengeteg olyan gramofon lemezen lévő dal is előkerült, amit például most be tudunk mutatni. A kiállításhoz kapcsolódva február 10-én a hadifogságban készült naplók előadás sorozatára várják az érdeklődőket.